Május 3-án Magyarország képes lesz arra, hogy több ország tapasztalatát is figyelembe véve legyen egy kilábalási visszatérési terve, mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Mária Rádiónak adott interjúban. A kormányfő a koronavírus járvánnyal kapcsolatban úgy számol, május 3-án eléri az ország a teljes önvédelmi képességet, és onnantól megengedheti magának, hogy lépésről lépésre megpróbáljon visszatérni a megszokott, normális élet kerékvágásába. De erről majd május 3-án, 4-én tudok legkorábban beszélni, hamarabb nem, de remélem, hogy akkor már több ország tapasztalatával felvértezve egy higgadt, nyugodt, komolyan vehető tervet tudok bemutatni az országnak, mondta. Orbán Viktor hozzátette, az is kérdés, hogy a most tüdőlövést kapott magyar gazdaság sebei mikor gyógyulnak be. A válaszra különböző iskolák léteznek, ő a mérsékelt irányzathoz tartozik, a bekövetkező visszaesést kisebbnek látja, mint a legtöbben, a visszatérést azonban lassabbnak, mint a legoptimistábbak, közölte. Úgy gondolja, hogy jövő ilyenkor egy olyan gazdaságról lehet majd beszélni, amely azt a teljesítményt képes nyújtani, mint amit 2 hónappal ezelőtt. Május 3-án tetőzhet itthon a koronavírus járvány, így számolnak a szakértők. Az egészségügy felkészült a betegek fogadására akkor is, ha megugrana a fertőzöttek száma. Az egészségügyi világszervezet szerint azonban erre nincs sok esély, a magyar intézkedések ugyanis hatásosak voltak, sikerült visszaszorítani a vírus gyors, ugrásszerű terjedését. A szervezet budapesti irodavezetője azt mondta, elegendő tesztet végeznek itthon, és a kórházi ágyak felszabadítása is helyes döntés volt, közölte az M1 híradója. Az európai járványgörbén jól látszik, hogy március közepén hirtelen berobbant a járvány, hetente duplázódott, majd triplázódott az igazolt fertőzöttek száma. Olaszország, később Spanyolország vált az európai gócponttá, de például a német, a francia és az osztrák adatok is kiugró betegszám növekedést mutattak. A magyar járványgörbét ezzel szemben az elmúlt 6 hétben sikerült alacsonyan tartani, ami a WHO budapesti irodavezetője szerint azt mutatja, hogy Magyarország jól menedzselte a helyzetet. Magyarország be tudott vezetni és végre tudott hajtani több olyan komplex intézkedést, kezdve az olyan közegészségügyi intézkedésekkel, mint például a védekezésre, a távolságtartásra vagy a kézmosásra való felhívás, egészen az olyan gazdasági megoldásokig, amelyekkel anyagi terhet vettek le az emberek és a kisvállalkozások válláról. Mindent egybevetve azt látjuk, hogy a meghozott intézkedések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon ne induljon hatványozott növekedésnek a fertőzöttek száma, fogalmazott Ledia Lazeri az M1-nek. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője azt reméli, hogy júniusra kifut a koronavírus járvány, és őszre, legkésőbb jövő tavaszra rendelkezésre áll hatékony védőoltás a fertőzés ellen. A szakember az M1-en hétfő este azt is elmondta, egyre több a beteg, és a magyarországi lélegeztetőgépek száma egyelőre megfelelő. Úgy folytatta, egyre több idős ember kerül kórházba a fertőzéssel, ez összefügg azzal, hogy sok idős otthonban találnak újabb betegeket. Beszélt arról is, hogy a halálozási aránya az utóbbi időben nem emelkedik. Az infektológus emlékeztetett arra, hogy márciusban csak a Délpesti Centrum Kórházban kezeltek fertőzötteket, már a Budapesten és országszerte nagyon sok egészségügyi intézményben vannak koronavírusos betegek. Több járványkórház is felkészült a betegek akár intenzív terápiát igénylő ellátására is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy elegendő kapacitás áll rendelkezésre. Szlávik János szerint a járvány május 3-ára várt csúcsa egy darabig el fog húzódni, nagyon sok beteg lesz még májusban. Ugyanakkor fűzte hozzá, nagyon reméli, hogy a járvány júniusra kifut. Kérdésnek nevezte azonban, hogy a fertőzés ősszel milyen mértékben tér vissza. Hozzátette, azt reméli, hogy őszre, térre, legkésőbb tavaszra már lesz a fertőzés ellen hatékony védőoltás. Szólt arról, hogy a fertőzöttek akár 80%-a tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel eshet át a fertőzésen. Éppen ezért kell az idős embereket különösen védeni. A járvány megoldása az lesz, ha az idős embereket el tudjuk különíteni a fiataloktól, jelentette ki.
A moratórium után védeni kell az adósokat, ha gondot jelent számukra a hiteltörlesztés, mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője az M1 hétfő esti műsorában. Binder István közölte, hogy a jegybank szükség esetén együttműködésre szólítja fel a bankokat, valamint a nehéz helyzetbe került lakossági és vállalati ügyfeleket. A hitelintézetek személyre szabott megoldásokkal, például átmeneti fizetés könnyítéssel, vagy a futamidő meghosszabbításával segíthetnek túljutni a fizetési nehézségeken, tette hozzá. A szóvivő hangsúlyozta, hogy jó megoldásokat csak az igények ismeretében lehet kidolgozni. A bankoknak ezért erősíteniük kell az ügyfélmonitoringot a moratórium végéhez közeledve. Nem csökken az érdeklődés a babaváró támogatás iránt a koronavírus járvány idején sem, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden az Inforádióban. Novák Katalin azt mondta, a rendelet jelenik majd meg a babaváró támogatás igénylésének könnyítésére. A rendelet arra biztosít lehetőséget, hogy például a kismamák meghatalmazással élhessenek, és így ne kelljen személyesen bemenniük a bankba ügyet intézni. Felhívta a figyelmet arra, a hiteltörlesztési moratórium a babaváró támogatásra is érvényes. Az államtitkár kiemelte, hogy a családtámogatások egyikét sem fenyegeti veszély. A kormány a járvány alatt is biztosítani tudja ehhez a forrásokat, a gazdaság és a magyar emberek elmúlt 10 éves teljesítményének köszönhetően. A családtámogatások forrásaihoz nyúlna utoljára a kormány, jelentette ki, hozzátéve bízik abban, hogy erre nem lesz szükség. Az államtitkár a bölcsödei férőhelyek bővítéséről szólva azt mondta, hogy az építkezések folyamatosak, nem álltak le. A rendelet jelenik majd meg arról is, hogy a bölcsödék önkormányzati bezárása esetén is kötelező legyen ügyeletet biztosítani. Sok szülő ugyanis dolgozik, a gyerekeik elhelyezéséről pedig gondoskodni kell, mondta Novák Katalin. Magyarország eddig sikeresen védekezik a járvány ellen. Más országokkal összehasonlítva kimagaslóan jól áll a fertőzések számát és a fajlagos halálozási arányt tekintve, közölte Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere a Kossuth Rádióban. A miniszter azt mondta, hogy a kormány a lehető legrosszabb variációra készült fel, hogy elkerülje az egészségügy összeomlását. A kórházi ágyák felszabadítására is azért van szükség, hogyha egy váratlan fejlemény miatt a továbbiakban nem kontrollálható a vírus terjedése és maximális megbetegedések alakulnak ki, az egészségügy akkor is minden kezelésre szoruló beteget el tudjon látni, hangsúlyozta. Emlékeztetett, a március 17-én kiadott miniszteri utasítás arra szólította fel a kórházakat, hogy a kapacitásuk felét készítsék elő a fertőzöttek ellátására, és az összes ágy 15%-át tartsák fent intenzív ellátásra. A 62 egészségügyi szakkollégium összeállított egy listát arról, hogy mely beavatkozások halaszthatóak el, és melyek nem. Ez a lista a kórházak rendelkezésére áll, és minden lehetséges helyzetre útmutatást ad, mondta a miniszter. Hozzátette, hogy csak olyan beteg kerülhet haza, akinek ellátását otthon is biztosítani lehet. Ha valaki a döntést nem érzi helyesnek, forduljon a betegjogi képviselőhöz, a kórház vezetéséhez, az egészségügyi államtitkársághoz vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz. A történteket minden esetben kivizsgálják, emelte ki. Érettségi lesz, a kormány kijelölte a vizsgák időpontját, de ha a járványügyi szempontok indokolják, annak mozgatásáról a szükséges döntést meghozza a kabinet. Erről Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár beszélt a kormány.hu oldalon hétfőn közzétett videóban. Az érettségi és a szakmai vizsgák megszervezése a folyamatosan változó járványügyi helyzetben komoly kihívás valamennyiünk számára. Legyen szó a tanulókról, a pedagógusokról, a szülőkről, vagy éppen a közigazgatásban dolgozókról, fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva, csak együtt sikerülhet. Hozzátette, az érettségi lehető legbiztonságosabb megszervezésének kitalálták a módját. Ezért tartanak csak írásbeli vizsgákat, és mindenkinek biztosítják a szükséges védőfelszerelést. Erről a kormány a döntését meghozta és kijelölte a vizsgák időpontját. Amennyiben a járványügyi szempontok az időpont mozgatását indokolják, a szükséges döntést meg fogják hozni.
mondta Maruzsa Zoltán. Rendhagyó körülmények között szigorú egészségügyi biztonsági szabályok betartása mellett, de zajlik a munka a felsőoktatásban. Így a felvételi folyamat is folytatódik, mondta az MT-nek Sanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlament és stratégiai államtitkára hangsúlyozta, a kormányzat, az illetékes hivatalok és a felsőoktatási intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyar fiatalokat a lehető legkevesebb hátrány érje a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben, és továbbra is minden adott legyen ahhoz, hogy versenyképes tudásra tegyenek szert. Mint mondta, egy olyan szakasz kezdődött el a felsőoktatási felvételiben, amely eleve alapvetően online zajlik. Április 20-ától érhetik el az ügyintézési funkciókat a képzésekre jelentkezők a felvi.hu honlapon, az e-felvételi rendszerében. Ellenőrizhetik és módosíthatják adataikat, pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat, illetve egyszer akár az eredeti jelentkezési sorrendjüket is megváltoztathatják. Ez utóbbira július 9-ig van lehetőségük, sorolta Sanda Tamás. Javaslatcsomagot dolgozott ki a fürdőágazat koronavírus járványt követő újraindításához a Magyar Fürdőszövetség, amelyet a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódva eljutattak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek és két minisztériumnak, mondta Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke az MT-nek. Felidézte, hogy a járvány miatt a magyarországi fürdők az elsők között és rendkívüli gyorsasággal kerültek válságba. Az országszerte jól induló évben a legtöbb fürdő már a nyári főszezonra készült, majd március közepén a vendégforgalom néhány nap alatt eltűnt. A munkatársak és a megmaradt vendégek megóvása érdekében egy hét alatt szinte minden fürdő bezárt, bevételeik megszűntek. Elmondta, a szövetség a 18 000 munkavállalót foglalkoztató és csak nem 70 milliárd forint árbevételt generáló ágazat képviseletében üdvözli a kormány eddigi intézkedéseit. Az április 7-én bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv szándékával egyetértenek, a részletek kidolgozásához szakmai javaslatokkal járulnak hozzá. Többek között azt kérték a kormánytól, vegyék figyelembe, hogy a fürdők nem minősülnek kis- és középvállalkozásoknak, mert jellemzően köztulajdonban álló gazdasági társaságok vagy költségvetési intézmény formájában működnek. Javaslatai között szerepel, hogy a likviditási hitel, a garancia és a tőkeprogramok legyenek elérhetőek a KKV-knak nem minősülő fürdők számára is, vagy alkossanak a magyarországi fürdőágazatra speciális szabályokat. A koronavírus járvány miatt egyre nehezebb pénzügyi helyzetbe kerülő kis és közepes vállalkozások újabb adóügyi könnyítést kapnak. A pénzügyminisztérium arra kéri az adóhivatalt, hogy segítse a cégek likviditását azzal, hogy a visszajáró áfát rövidebb idő alatt utalja ki. Az intézkedés már a ma begyújtott áfabevallásokban visszakért összegre is érvényes. Az adóhivatal több módon is segíti a vállalkozások tevékenységét, ám határozottan fellép a veszélyhelyzettel visszaélő csalókkal szemben, tájékoztatta az MT-t Izer Norbert hétfőn. Az újabb gazdaságvédelmi intézkedés a kis és közepes vállalkozásokat támogatja, jelentette ki az adóügyekért felelős államtitkár. Az érintett KKV-k az eddigi 75 nap helyett akár 30 nap alatt kaphatják meg a nekik visszajáró pénzt. Az adózási előéletük alapján megbízható cégek pedig még korábban a pénzükhöz juthatnak, esetükben 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalás időtartama. A cégek több mint 45%-a megbízható, ezért sok kis- és középvállalkozásnak jelenthet érdemi pénzügyi segítséget az, ha 20 napon belül a bankszámlájára kerül a jogosan visszaigényelt áfa összege. Ismertette az újabb adóügyi könnyítés részleteit Izer Norbert, megjegyezve, hogy a 20 nap az egyik legrövidebb áfa kiutalási határidő az Európai Unióban. A könnyítés nem érinti azt a mintegy 30 ezer kockázatos adózót, akik a veszélyhelyzetet megelőzően is többször durván és jellemzően a tisztességes adófizetők és a költségvetés kárára sértették meg az adószabályokat. Ők továbbra is 75 napon belül kaphatják csak vissza az áfát, tette hozzá.
Az ország élelmiszerellátása biztosított, és mindent megteszünk azért, hogy így is maradjon. Mondta Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkára kedden az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Hozzátette, komoly kihívás elé állítja az élelmiszer előállítókat is a koronavírus járvány. Éppen ezért folyamatosan kapcsolatban vannak az Agrárminisztérium munkatársai a termelőkkel, hogy a leghamarabb megoldást találjanak a legkisebb problémákra is. Magyarország élelmiszerbiztonsági rendszere a legjobb és legstabilabb, emelte ki Zsigó Róbert. Kitért arra is, hogy a helyi termelők többsége is nehéz helyzetbe került a veszélyhelyzetben, mert egyre több piac zárt be. A támogatásukra indították el azonban a termelőkereső felületet, ahol néhány perces regisztráció után a vásárlók megtalálhatják őket online. Egy virtuális találkozási pontot hoztunk létre a termelők és a vásárlók között. Az Agrárminisztérium a tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál, közölte Nagy István tárcavezető az MTI-vel hétfőn. Az agrárminiszter hozzátette, az intézkedés értelmében nem kell vízkészletjárulékot fizetni az öntözési, hallgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után, és a gazdálkodók élhetnek a rendkívüli öntözési vízhasználat lehetőségével is. Az agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy az év átlagos hőmérsékletű és száraz januárral kezdődött. Egy igen enyhe és a közepesnél kissé csapadékosabb februárral folytatódott, amit a megszokottnál kicsit melegebb március követett, április első 12 napjában pedig gyakorlatilag alig hullott csapadék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat aszály indexe szerint jelenleg már az egész országban kialakult az aszály. Nagy István hangsúlyozta, a csapadékhiány miatt kialakult aszálykárok jelentős mértékű növekedése a mezőgazdasági kárenyhítési rendszerbe érkezett bejelentések alapján is érzékelhető. Április 6-áig 16 aszálykárt jeleztek, amelyek összesen 616,59 hektár területet érintettek. A tárcavezető kiemelte, már a múlt héten kihirdették a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről szóló kormányrendeletet. Ennek értelmében a mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó mentesül a vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége alól. A rendelet csupán a veszélyhelyzet időtartamára vonatkozik, ezért szakmapolitikai szempontból fontos, hogy ezen túl a tartósan vízhiányos időszakban a gazdák élhessenek továbbá a rendkívüli öntözési vízhasználat jogával. Erre hivatkozással ugyanis a tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. A kormány biztosítja a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy az áruellátás a koronavírus járvány idején is folyamatos legyen. A magyar emberek mindent meg tudjanak vásárolni, amire szükségük van, mondta Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Az MTI-hez eljutatott közlemény szerint a politikus kifejtette, ehhez kulcsfontosságú, hogy a kormány a lehető legkedvezőbb körülményeket biztosítsa a fuvarozók munkájához. Persze az egészségügyi biztonsági előírások szem előtt tartásával. Ezért is döntöttünk úgy, hogy könnyítünk a vezetési és a pihenő idők szabályain, tette hozzá. Mint mondta, Magyarország az intézkedés végrehajtása előtt hivatalos bejelentést tett az Európai Bizottságnak arról, hogy más tagállamokhoz hasonlóan május 31-ig meghosszabbítja a vezetési és pihenő idő szabályokra alkalmazott átmeneti kivételeket. A tagállami értesítés alapján a teherautó és buszsofőrök számára előírt megnövelt maximális vezetési és csökkentett minimális pihenőidők április 19-éig voltak érvényben. Magyarország a bizottsági útmutatásnak megfelelően ismét a testülethez fordult annak érdekében, hogy a felmentéseket az uniós rendelkezések sérelme nélkül az ezt követő időszakra meghosszabbíthassa. A pozitív visszajelzés alapján április 20-a és május 31-e közötti időszakban
a napi vezetési idő 9 óráról 11 órára, a heti vezetési idő 56 óráról 60 órára, a két heti vezetési idő 90 óráról 105 órára, a 45 perces szünet kötelező kivételének gyakorisága 4,5 óráról 5,5 órára emelkedik. Ezzel egyidejűleg a napi pihenőidő 11 óráról 9 órára csökken. Újabb ingyenesen hívható telefonvonalat tesz elérhetővé a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, mert a 116-123 segélyhívó vonala a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet óta leterhelt. A szövetség hétfőn az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, hogy az új 0680-810-600-as számot hétfő este 7 órától lehet tárcsázni. Az önkéntesek hétfő 19 óra és szerda 15 óra között, valamint csütörtök 19 óra és vasárnap 7 óra között fogadják az erre a számra érkező hívásokat, írták. A közlemény szerint a nap 24 órájában térítésmentesen hívható 116-123-as számot tárcsázók problémáit több száz önkéntes fogadja, de a járvány miatt a korábban is magas hívásszám még tovább emelkedett. Két új pályázat jelent meg a Magyar Falu program keretében. Óvodák, játszóudvarai és nyilvános játszóterek újulhatnak meg a magyar kis településeken, valamint a közterületek karbantartásához szükséges eszközöket is vásárolhatnak a magyar falvak. Mondta el az MT-nek hétfőn Gyópáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítását, építését, valamint az óvodai játszóudvar és kültéri játékok eszközök vásárlását célozza az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése alprogram. Az egy-egy fejlesztésre maximálisan igényelhető támogatási összeg 5 millió forint, a pályázati keret 2 milliárd forint. A közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés elnevezésű alprogram a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöld területek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához járul hozzá, új eszközök, munkagépek beszerzésén keresztül. A helyhatóságot által maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint, az alprogramra pedig 3 milliárd forint áll rendelkezésre. A most induló két alprogramra együttesen 5 milliárd forint forrást biztosít a kormány. A pályázati kiírások április 20-án jelennek meg a kormány.hu-n. A benyújtásra május 20-a és június 19-e között lesz lehetőség. A Magyar Falu program keretében hazai finanszírozásból újul meg a 82-18-as Kisbér-Veszprém-Varsány összekötő út Bakony-Szombathelyi szakasza 2,6 km hosszan, írja a 24 óra. A mintegy 260 millió forintból megvalósuló beruházás része a burkolat felújításon túl a Bakony-Szombathelyi Árokhíd felújítása is. A munkálatok a munkaterület térségében 40 km/h sebességkorlátozás és jelzőörös forgalomirányítás mellett zajlanak, várhatóan július közepéig. A Magyar Közút Nonprofit ZRT közleményéből kiderül, a 82-18-as út felújítással érintett szakaszán a kivitelező két réteg aszfaltot épít be, továbbá felújítja a patkákat és a szakaszon található Bakony-Szombathelyi Árokhidat is. A hídon a szakemberek kicserélik a szigetelést, a burkolatot és a korlátokat, továbbá javítják a betonfelületeket, betonvédelmi bevonatot készítenek, kitisztítják és javítják az árok és meder burkolatokat. A burkolat, a patka és a híd felújítását követően a szakemberek új forgalomtechnikai elemeket is kihelyeznek, és új burkolati jeleket festenek fel. Cugyiné dr. Bertala Judit, a térség országgyűlési képviselője az útfelújítással kapcsolatban elmondta, fontos közlekedési szakasz újulhat meg a Magyar Falu programnak köszönhetően. Már más forrásból a megyehatár Bakony-Bánk-Bakony-Szombathely szakasz elkészült. Ezzel a szakasszal a járásszékhely megközelítése és részben a keresztirányú Tatabánya-Kisbér-Pápa útvonal is jelentős fejlesztéssel válik biztonságosabbá, és a közlekedés minősége is jobb lesz.
Rock legendák, kiváló rockabilly bandák, vidámság, tánc és amerikai életérzés. A Nemzetközi Amerikai Autófesztivál tálalta a zenei program kínálatát. Fellép a P-Mobile, a Mystery Gang, a Nyughatatlan, a Pedrophone, a Tom Stormy Trio, a Funk You, valamint a ZZ Copy. Rock and Rolltól és V8 motordübörgéstől lesz hangos augusztus 3. hétvégéjén a komáromi monostori erőd. Hazánk, illetve a régió legnagyobb amerikai autós találkozója, a Nemzetközi Amerikai Autófesztivál imáron 19. alkalommal kerül megrendezésre, augusztus 13-a és 16-a között Komáromban. A dátum vonatkozásában a szervezők pozitívan nyilatkoztak. Ha az égiek is úgy akarják, és mi nagyon bízunk benne, augusztusra magunk mögött hagyjuk ezt a nehéz embert próbáló időszakot, és újra visszakapjuk szabadságunkat. A hosszú elzárás után még jobban szükségünk lesz a közösségi élményekre, hogy újra megölelhessük egymást, egy korsó sör mellett hangosan nevetve beszélgessünk, hogy önfeledten együtt bulizhassunk. A kanapé és a karantén koncertek helyét újra elfoglalhatja az élőzene, a nagy koncertek, a közös tánc és ének. Ezért maximális energiákat belerakunk és szervezzük a programokat, hogy felejthetetlen 4 nappal ajándékozhassuk meg a vendégeinket. Csütörtökön a napos délelőttöt követően némi gomoly felhőzet is megjelenik az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északkeleti szél élénk lesz, 15-20 fokra melegszik a levegő. Pénteken kellemes tavaszi időre készülhetünk, délután jelenik meg több felhő az égen, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Szombaton a napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de ezekből csapadék kialakulása nem várható, megélénkül a nyugati szél, kora délután 17 és 22 fok várható. Vasárnap változóan felhős, füllett időben lesz részünk, szórványosan alakulnak ki helyi záporok, zivatarok, a nyugati szél élénk lesz, 18 és 23 fokra számíthatunk. A jövő hét elején a napsütés mellett sokfelé gomoly felhők is képződnek, szórványosan számíthatunk záporra, zivatarra. Mérsékelt lesz a nyugati szél, 19 és 24 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.